Sziasztok, Tamara vagyok, ez pedig a Faltól Falig könyveslog csatornája. A mai videó a júniusi összegző lesz. Nem biztos, hogy 40 fokban éppen a videó felvétel a legjobb délutáni elfoglaltság, de mindegy is, muszáj, hogy járjon mögöttem a légkondi, úgyhogy ne haragudjatok, hogyha ez a zaj be fog szűrődni, de enélkül tudni, hogy nem élném túl a mai napot. Na de ennyi helyzetjelentés után térjük is át a júniusi olvasmányokra, amely összességében nem volt a legjobb hónap a mennyiség szempontjából, viszont minőség szempontjából nagyon-nagyon jó hónap volt június, úgyhogy csapjunk is bele. Júniusban olvastam a kedvenc örmény szerzőmnek a legfrissebb regényét, amely magyarul tavaly jelent meg a Tipotek világirodalom sorozatban, és ez nem más, mint Marina Abgarjántól, a Simon. A könyvet egyébként Goretit József fordította, és jó hír az Abgarján rajongóknak, hogy idén ősszel érkezik egy újabb kötet tőle, a Szín hallgatása címmel, amelyben kisregények, illetve talán még pár novella is helyet kapott, és a jó hír, hogy a Margó Fesztiválra Marina Abgarján is eljön, és lesz vele beszélgetés, úgyhogy én ezt az őszi programot már nagyon-nagyon várom. Aki olvasott már Abgarjántól, az nagyjából tudhatja, hogy mire számíthat tőle. A Simon abszolút hozza az elvárásokat, és ugyanolyan jó élményt ad, mint az égből hullott három alma. A helyszín itt is ugyanaz, mint az előző kötetekben, az örményhegyi kisváros Bert, ahol egyébként Abgarján született, és ebben a történetben a címszereplő Simon egy kőműves, akinek a temetésére összegyűlik a felesége, és illetve négy egykori szeretője, és tulajdonképpen a regény a négy szeretőnek a történetét meséli el. Bár Simon a címszereplő és az első fejezet alapján úgy tűnik, hogy ő fog majd a középpontban állni. Ez egyáltalán nincs így, mert a további fejezetek a négy szeretőnek a sorsát mesélik el, és minden négyüknek nagyon nehéz sors jutott, amelyben Simon egy nagyon fontos elem volt, bár nagyjából azért rövid ideig tartott minden négy szeretővel a viszonya, de egy fontos állomás volt az életükben. Abgarján kiválóan tud karaktert építeni, és nagyon jól mesél történeteket, úgyhogy nem is igazán tudnék választani a négy női sors közül, hogy melyik tette rám a legnagyobb hatást. Mind a négy nagyon-nagyon erős volt, és nagyon jól ábrázolt karakterekkel találkoztunk. Egyébként a négy nő sorsa nem ér össze, vagy nagyon vékony szállal ér csak össze. Nyilvánvalóan mind a négyen ugyanabban a hegyi Karabakh faluban élnek, Bertben, ahol a történet játszódik, úgyhogy óhatatlanul vannak kapcsolódások, de ezek nagyon-nagyon halvány kapcsolódások, de ezért nagyon élvezetes volt közös pontokat, vagy közös motivumokat felfedezni a történetükben. A fülszöveg egyébként belenged egy kis mágikus realizmust, amely egyébként Abgarjánra jellemző, és aki olvasta tőle az égből hullott három almát, az emlékezhet rá, hogy azt a történetet nagyon is áthatotta ez a szál. Ebben a történetben ez talán nem annyira hangsúlyos, és talán csak nyomokban lelhető fel, de azért motivumokban ott van, de ne számítsatok olyan erős, mágikus realista szára, mint ami az első regényében volt. Ugyanakkor én nagyon élveztem olvasni ezt a könyvet, még akkor is, hogyha mind a négy női sors nagyon nehéz volt, és voltak helyek és részek, amiket kifejezetten nehéz volt olvasni a benne leírt borzalmak miatt, de ettől függetlenül szerintem ez egy nagyon-nagyon jó regény, én nagyon szerettem, és így élményben vetekszik az égből hullott három almával. Úgyhogy én már nagyon várom a következő kötetet és az őszi Margó Fesztivált is. A hónap másik nagy olvasmány élménye egy baszk szerző műve, amely nem más, mint Fernando Aramburutól a Pátria című könyv, amely most jelent meg frissen a Bukárt kiadó gondozásában és Imrei Andrea fordításában. Rögtön az elején mondom az egyetlen egy negatívumot, amit fel tudok hozni ezzel a könyvvel kapcsolatban, mert az összes többi az csak rajongás lesz. Szóval ami nekem nem tetszik ebben a könyvben, az a borítója. Valamiért én ezt a grafikát nem tartom elég vonzónak, nem biztos, hogy levettem volna a könyvespolc, vagy a könyvesbolt polcairól, hogyha így látom, és nem tudok róla semmit, de szerencsére tudtam, hogy milyen könyvet kell keresni a standoknál, és nem véletlenül választottam ezt a könyvet. Amellett, hogy ez a borító számomra nem vonzó, azt meg kell hagyni, hogy nagyon is beszédes, hiszen a piros esernyő az az ETA merényletei elleni tüntetések szimbólumává vált Spanyolországban, és ez egyébként meg is mutatja, hogy miről szól ez a könyv. A baszkó közelmúltjába enged bepillantást, és nagyon sokat foglalkozik az ETA-val, és tulajdonképpen egy tanúságtétel a terroristák által elkövetett borzalmakról. A regény egyébként majdnem 700 oldal, és két család történetét meséli el nagyon-nagyon részletesen, a 70-es évektől egészen 2011-ig. 2011 egyébként nagyjából a regény jelene, ekkor jelentette be az ETA a végleges tűzszünetet, és ekkor dönt úgy az egyik főszereplője a történetnek, Vittori, akinek a férjét
akiket az ETA terroristái gyilkolták meg, hogy visszamegy abba a baszk faluba, ahonnan származik, és ahonnan tulajdonképpen el kellett menekülnie a merénylet után. Hazautazásának célja pedig nem más, hogy kiderítse, hogy pontosan mi is történt a férjével, miért kellett meghalnia, és kik felelősek a haláláért. Aramburu ezt a történetet nem lineárisan meséli el, hanem minden fejezetben más időmetszetben vagyunk, valamikor évtizedeket ugrál két fejezet között, és minden fejezetben más valakinek a szemszögéből látjuk a történteket. 9 ember nézőpontjával ismerkedünk meg, ez a két családnak az összes tagja. A két család a 70-es években, amikor a történet indul, nagyon közel állt egymáshoz, nagyon jóban voltak, tényleg legjobb barátok voltak tulajdonképpen az apák is és az anyák is, de aztán éket vert közéjük a politika és az ETA, hiszen az egyik családból a fiú beállt az ETA harcosai közé, vagy terroristái közé, ők nyilván harcosokat mondtak. A másik családnak a feje egy vállalkozó volt, fuvarozó cége volt, és mint baszk vállalkozót az ETA folyamatosan zaklatta, hogy fizessen egy úgynevezett forradalmi adót, vagyis járuljon hozzá a harcok költségeihez. És Csato ennek a felkérésnek vagy zsarolásnak az elején még eleget tett és fizetett is, de aztán egyre inkább jöttek a követelések, aminek már nem tudott eleget tenni, és emiatt az egész falu ellene fordult, árulónak bélyegezték, besúgónak bélyegezték, különböző falfirkák lepték el a falu utcáit, és ellehetetlenült az egész családnak a helyzete, és mindez odáig fajult, hogy aztán egy szép napon az ETA terroristái a nyílt utcán lelőtték. Nagyjából ez az a gócpont, amiköré szerveződik a történet, hiszen ez a merénylet mind a két családnak az életét döntően megváltoztatta, és Aramburu leginkább arra keresi a választ, hogy milyen a merénylet után tovább élni, hogyan él tovább az özvegy, vagy hogyan él tovább az az anya, akinek a fia börtönben került a terrorcselekmények után, és nagyon sok minden más, nagyon fontos kérdést is körbejár ez a könyv. Szóval bőségesen van szó erről ebben a történetben az ETA-ról és a baszkoknak a közelmúltjából, de nem igazán a történelmi dolgokon vagy a politikai dolgokon van a hangsúly, hanem pontosan a személyes drámákon és a személyes sorsokon keresztül arról, hogy milyen egy megfélemlített társadalomban élni, és a könyv vége felé arról is nagyon sokat beszél Aramburu, hogy mit kezd az egész baszk társadalom az ETA-nak az örökségével. Bár tényleg hosszú ez a könyv, nem nehéz olvasni, hiszen nagyon rövid fejezetekből áll, meg kell ugyan szokni az időbeli ugrásokat, és amíg az ember nem tudja, hogy ki kicsoda, addig egy kicsit kapkodja a fejét, de amint ebbe belerázódott az olvasó, onnantól kezdve nagyon visznek magával a sorok, és nagyon, nagyon is hatással van az emberre ez a könyv. Én nagyon szerettem olvasni, bár tényleg ezért nehéz téma, de nagyon jól körbejárja ezeket a központi kérdéseket a szerző. Aramburunak van egy nagyon sajátos szerzői stílusa, amit egy picit nekem meg kellett szokni az elején. Nagyon sokszor használ például perjelet, és ezt még amikor az először felbukkant, akkor Imrei Andrea, a fordító, be is csillagozta, vagy lábjegyzetelte, hogy ez egy szerzőre jellemző stíluselem. Szóval ezt is nehéz volt megszokni, illetve nekem az is fura volt az elején, hogy már E/3-ban beszéli el a történetet Aramburu, néha mondaton belül vagy fél mondaton belül átvált E/1-re, és először én ezt még így hibának gondoltam, hogy benne marad biztosan valami baki, de miután többször is előfordult, úgy gondoltam, hogy ez biztosan nem véletlen, és ez is egy olyan stílusjegye Aramburunak, ami eléggé rával. Összességében én nagyon szerettem ezt a könyvet, és nagyon jó szívvel tudom nektek ajánlani, hogyha érdekel benneteket Spanyolországnak, illetve Baszkföldnek a közelmúltja, vagy az, hogy hogyan működik egy terrorszervezet, mit tesz az emberekkel, mit tesz a családokkal, akkor olvassátok a Pátriát. Haladtam a hónapban az idei kortárs magyar szépróza olvasásokkal is, és az első regény, amit olvastam a hónapban, az Patik Lászlótól volt, a The Kocsma. Ezt a példányt egyébként a szerzőtől kaptam, amit innen is nagyon köszönök neki, és köszönöm az élményt is, amit ez a nem mindennapi regény nyújtott, hiszen nagyon-nagyon jó humora van, és talán a legnagyobb hatást rám ez a nyelvi humor tette. A történet egyébként egy hajdúsági faluban játszódik, ahol a polgármester annyit csikasztott, hogy börtönbe is került, és a történet nyitányakor érkezik a faluba Budapestről egy csődgondnok, aki nagyon fiatal, és ez az első ilyen igazi
mély víz, amiben bedobták, és pont azért dobták be, hogy akkor ezután majd, hogyha ezt ügyesen abszolválja ezt a feladatot, akkor kap majd komolyabb megbízatást is. Szóval ő azért érkezett a faluba, hogy rendbe tegye a pénzügyeket az ex-polgármester után. Első útja természetesen a kocsmába vezet, hova máshova, és megismerkedik ott a helyiekkel, rögtön egyébként konfliktusokba is bonyolódik, és aztán kap egy ultimátumot is, hogy a falunak a pénzügyeit ezt nagyon-nagyon sürgősen rendbe kell tennie. Főhősünknek aztán kipattan a nagy ötlet a fejéből, és a fülszöveg egyetlen egy mondata ezt nagyon szépen összefoglalja, szóval ez így szól, a falu kiissza magát a szegénységből, és a nagy ötlet pedig az, hogy megalapítják a gezakocsma.hu nevű oldalt, Géza kocsmájával köröltve, szóval egy ilyen offline és online kocsma élmény keveredik egybe a regény napjain, és a lényege az egésznek az, hogy Géza kocsmájába a folyamatosan betérő állandó vendégeket online meg lehet hívni egy-egy körre, egy-egy felesre, és közben az ottani kocsmatöltelékek mesélik az életüket, és aki nagyon jó szórakozást nyújt az online nézőknek, annak nyilván nagyon sok kört fizetnek, és így hihetetlen mennyiségű pénz áramlik a faluba, illetve a gezakocsma.hu-ra. A vállalkozás sikere egyébként a falu többi lakóját is megihleti, és sorra születnek a remekebbnél remekebb startup ötletek, vagy vállalkozás ötletek, hogy hogyan lehetne meglovagolni ezt a példátlan sikert. És hát innen indulnak azért a konfliktusok is, mert ez nyilvánvalóan nem mindenkinek tetszik a faluban. Ez nagyjából a sztori, és ebből is láthatjátok, hogy ennek a regénynek elég fanyar humora van, és eléggé abszurd helyzetet teremt. Én ebben a könyvben leginkább a nyelvi humort díjaztam. Nagyon tetszett, ahogy megszólaltak a különböző karakterek, tényleg elkülönültek, és nagyon jó volt ez szerintem, szóval a stílus az nagyon-nagyon tetszett. Úgyhogy ha akartok olvasni egy olyan könyvet, amely egy kicsit görbetükröt tart a mai magyar társadalomnak, vagy a vidéknek, vagy szeretitek ezeket az abszurd történeteket, akkor olvassátok a De Kocsmát. A hónap másik magyar szépróza kötete, amit olvastam, a Szűcs Teritől volt, a Visszatért hozzám az emlékezet, Demencia és operencia az alcíme egyébként ennek a kötetnek, és ezek az írások, amik helyet kaptak benne, azok eredetileg blogbejegyzésként születtek. Ahogy az alcím is mutatja, Szűcs Teri ebben a kötetben a demenciáról beszél elsősorban, és az édesanyja szenved ebben az időskori betegségben. Az édesanyját egyébként ő otthon ápolja, és erről az útjukról, a közös útjukról szól ez a történet. Nyilván nagyon sok lejtmenet van benne, de azért vannak benne örömök is, és pozitív dolgok is. Nagyon szépen megmutatja az otthonápolásnak a miben létét, és sok helyen reflektál egyébként társadalmi ügyekre és társadalmi problémákra is. Úgyhogy aki nem riad vissza a témától, annak nagyon tudom ajánlani ezt a könyvet, mert egyrészt nagyon sok mindent megmutat erről a betegségről, másrészt nagyon-nagyon jó stílusban van megírva, és Szűcs Terinek nagyon jó meglátásai vannak erről az egészről. Olvastam a hónapban két klasszikust is, az egyik az nagyon nagy élményt jelentett, a másik egy elég felejthető mű volt számomra. A nagy élményt ezt Erik Maria Remarque-nak a Nyugaton a helyzet változatlan című könyve hozta meg, vagy jelentette. Ezt a történetet egyébként ismertem már, hiszen láttam a belőle készült filmet, és egyébként a sztori is nagyjából ismert volt előttem, de magát a történetet, vagy magát a regényt nem olvastam, és itt volt az ideje, és nagyon nagy élményt jelentett. A téma az első világháború, amelyet Remarque saját tapasztalatból mesél el, hiszen az iskola padból egyenesen a lövészárkokba került, és annak a generációnak a történetét mondja el, akik ugyanígy jártak, mint ő, hogy az életet szinte el se kezdték, vagy nem is láttak semmit a világból az iskolán kívül, és már is az első világháború borzalmában találják magukat. Nagyon szívszorító leírások vannak benne, egyáltalán nem heroizálja a háborút, és nagyon is azt az oldalát mutatja meg, ami miatt azok, akik túlélték, azok teljesen más emberként tértek haza, és iszonyatosan nagy kiábrándultság maradt bennük. Remarque egyébként döbbenetes erővel beszél a háború pokláról, és mutatja meg mindazt, ami a frontvonalban történik, illetve azt is nagyon érzékletesen leírja, hogy mi történik akkor, amikor mondjuk szabadságolásra megy egy katona, hazatér otthonába, a családjához, vagy a barátaihoz, és hogy egyáltalán nincs már velük kapcsolódási pontja, nem tud miről beszélni, nem tudja elmondani azt, ami ott történik vele a lövészárokban, hiszen semmit nem értenek belőle a szülei vagy a barátai, fogalmuk sincs róla, hogy mi zajlik a lövészárkokban, és mivel kell nap mint nap szembenézniük a katonáknak. Szóval mindez a kiábrándultság, ami ebben a könyvben benne van, az nagyon letaglózó, és óriási hatással volt rám. Sajnos a következő könyvről már nem tudok ilyen szépeket mondani, hiszen semmilyen hatással nem volt rám, vagy hát nem leginkább csalódást jelentett.
Ez Lev Tolsztojtól volt a Kreutzer szonáta, ami egyébként egy ilyen gyönyörű, szép új kiadásban jelent meg nem olyan rég, az Ateneum kiadó gondozásában az Érzelmes klasszikusok sorozatban látott ez napvilágot. Én is megvásároltam, és nagyon kíváncsi voltam a történetre, de nem igazán ragadott magával. A történet nagyjából arról szól, hogy egy vonatút során az elbeszélőnek az egyik utastársa nagyon hosszasan magyarázza az életét és a házasságát, és elmondja azt, hogy tulajdonképpen miért is ölte meg a feleségét. A sztori egyébként még érdekes is lehetett volna, de a főhősnek az elbeszélés módja és azok a gondolatok, amiket néha megfogalmazott, engem baromira fárasztottak, és nem igazán tudtam emiatt élvezni ezt a szöveget. Nagyon sokat beszélt még a házassága előtt a nők helyzetéről és a nők szerepéről, amelyben volt egy-két ilyen forradalminak ható gondolat, mármint abban az időben nyilván ez forradalmi volt, de egyébként nagyon sok sületlenség volt benne, legalábbis én annak éreztem. Szóval azt kell mondanom, hogy igazán fárasztott ez a könyv, és nem jelentett akkora élményt, mint amekkora élményre számítottam, vagy reméltem, hogy nyújtani fog ez a könyv, úgyhogy csalódás volt, de nem beszél ez a kedvem attól, hogy orosz klasszikusokat olvassak, csak valószínűleg a Kreutzer szonátát nem fogom újra kézbe venni. És olvastam a hónapban egy non-fictiont is, ami leginkább az egészséggel kapcsolatos, és ez nem volt más, mint Jesse Inshaus-Pének a Glükóz forradalom című könyve, amely egyébként szerintem egy nagyon-nagyon jó non-fiction a kategóriájában, és nagyon közérthetően beszél nagyon fontos dolgokról. Inshaus-P egyébként egy francia biokémikus, és a kutatási területe az nagyjából a glükózt fedi fel, vagy fedi le, és azt vizsgálja, hogy különböző ételek bevitele a szervezetbe, az milyen vércukor ingadozást produkál, és ez hogyan hat a szervezetre, hogyan hat az ember egészségére, és ezt a fajta kutatást saját magán is, illetve másokon is elvégezte. Volt valamilyen szerkezet, amit magára szerelt, amivel egész nap tudta monitorozni a vércukor ingadozását, vagy a vércukor görbéjét, és ez alapján figyelte meg, hogy milyen ételek azok, amelyek nagyon nagy vércukor ingadozást okoznak. A könyv legfőbb állítása egyébként az, hogy óriási dolgot teszünk az egészségünkkel, vagy az egészségünkért, hogyha megpróbáljuk a vércukorszint görbénket laposan tartani, és kerüljük az olyan ételeket, amelyek nagyon nagy kiugrást okoznak a vércukorszint görbénken, hiszen ezek nagyon-nagyon rossz hatással vannak a szervezetünkre és az egészségünkre. A könyv első felében elmagyaráz, hogy mi ez a glükóz, és nagyon sok fogalmat tisztába tesz, a második felében pedig hosszasan sorolja, hogy mi mindenért felelős a glükóz, vagy mi minden rosszat tud tenni a szervezetünkkel, és mennyire jó, hogyha ezt a vércukorszint görbét laposan tartjuk. És a könyv nagyobb része, vagy a második része az inkább arról szól, hogy milyen praktikus tanácsokkal lehet ezt a vércukorszint görbét laposan tartani, és ezek tényleg praktikus tanácsok, mert nem arról van szó, hogy mit egyél és mit ne egyél, hanem nagyon jó kis tippeket ad arra, hogy hogyan lehet ezt a mindennapokban megtenni, és tényleg ezek olyan praktikus tanácsok, hogy például együnk előételnek salátát, mert ha utána eszünk valamilyen szénhidrátot, akkor kevésbé fogja kiugrasztani a vércukorszint görbénket, mintha mondjuk nem salátával kezdjük az étkezések sorát. Szóval nagyon sok ilyen praktikus tanács van benne, ami szerintem azért nagyon jó, mert ezek nem ilyen lehetetlen dolgok, amit az ember ne tudna megtenni, csak egy picit oda kell figyelni, és már is egyébként az ember érzi a hatását. Szóval nagyon tudom ajánlani nektek ezt a könyvet, és szerintem ez még azoknak is tartogathat meglepetést, akik mondjuk egy kicsit jobban otthon vannak a témában, az inzulinrezisztencia, vagy akár a terhességi diabétesz, vagy a diabétesz kapcsán. Szóval vannak benne tényleg szerintem friss gondolatok, és nagyon is jól használható praktikák. Ennyi fért bele a júniusomban, és mint mindig, most is remélem, hogy találtok köztük olyan könyvet, amely felkeltette az érdeklődéseteket, és egyszer majd hasznos lesz, vagy egyszer majd elolvassátok. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem ma is, és megnéztétek ezt a videót, találkozunk hamarosan. Sziasztok!